Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Boldog új évet kívánok, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Média Zabálók harmadik évadának első része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ebben a szezonban más tematikával jelentkezünk ám a megszokott felállásban. Köszöntöm is Iziben Barkóci Norbit digitális tartalomkészítő szamurájt, Szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! És Kubatovics Áron kommunikációs ninja. Szia Áron! Sziasztok, és én is üdvözlöm a hallgatókat, és hogyha esetleg nem januárban hallgatják, hanem fél évvel később, akkor is boldog új évet nekik. Főleg, hogy ezt a részt még novemberben veszük fel, úgyhogy nem kérdezlek meg titeket arról, hogy hogyan teltek az ünnepek, de azt igen... Nagyon jól, nagyon jól. de azt igen, hogy felétek milyen ünnepi filmek kerülnek elő karácsony, karácsony tájékán. Unálunk mindig nagy, ö, nagy veszekedés van igazából, inkább vita, azt mondanám, hogy mit nézzünk. Feleségem részéről ő, ő hagyományosabb a, a a magyar családoknál, nyilván a jól megszokott Kevin. Reszkessetek meg törők. Valamelyik, valamelyik epizódja. Illetve azt hiszem, az igazából a szerelem. Az Van az olyan? Címe. Most nem akarok hülyeséget mondani. De, 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 Love Actually. Igen, azt hiszem, amiben sok-sok kis apró sztori fut egymás mellett, igaz? És, és, a, és, a, és a papíron így mondja, a, a, a bevallja a szerelmet az ajtóban állva, és így dobálja el a papírlapokat, amire előre felírta a kártyákra a szöveget. Én nem láttam ezt a filmet. És táncol benne a Hugh Grant, mint mi. Azt terület. tudom, hogy ezt táncolta el Gyurcsány felé a... Batiznak így van. Így van. az van, esküvői így van. videójában. Úgyhogy van ez a vonal, aztán én néha küzdök, hogy, hogy másféle karácsonyi filmeket is nézzünk. Például a drágánad az életed, ugye Bruce Willis az is egy hagyományos karácsonyi Több film. Tökéletes. Az énekben egy, az, az egy, egy karácsonyi film, igen. Egyik évben én, másik évben inkább ő, de, de kialakítjuk az egyensúlyt. Nálunk ilyen karácsonyi filmezés nincsen, őszintén szólva, ugyanúgy este a sorozatainkat nézzük, és ami éppen akkor kijön, hogy hol tartunk, azt nézzük, de viszont szilveszterkor mi úgy csináljuk, ugye most január nem, mit mondtad, a harmadikán, a negyedikén jön kezadás, a szóval hogy pár nap ezelőtt, minden évben eldöntjük, hogy valami sorozatot nézzünk meg szilveszterkor, ez alatt azt értem, hogy mondjuk volt úgy, hogy Tarantino filmeket néztük végig. Volt olyan, amikor a a, a, az emlegetett karácsonyi filmedet, itt a Bruce Willis-es trilógiát néztük végig, és az igazából persze nem is trilógia, hanem talán már öt részből áll. Már öt, öt, öt része van. Felejtsük már el a és felejtsük folytatást. el A negyedik azok meg, nem az nem rész, az sajnos az nem sikerült jól. Szóval, hogy minden évben szilveszterkor valahogy ilyen, ilyen sorozatokat nézünk. Nem tudom, hogy most idén mi, mire fog sor kerülni, de valami ilyesmi lesz. Nálatok, Ádám? Ilyen nyuggeres, mint nálatok körülbelül. Hát karácsonykor nem nagyon van különösebben, tehát nem nézünk karácsonyi filmeket, bár uh, mi nem ugyanazokat a filmeket, sorozatokat fogyasszuk a párommal, mint tehát, hogy nem, nem, ugyanazokat szeretjük, nem ugyanazokat nézzük. Van ugyan közös metszés pont, de azok inkább az ilyen horror, science fiction, szóval, hogy ilyen nem karácsonyi témájú filmek, ezért nem érzek arra készítetést, hogy nekem karácsonykor karácsonyi témájú filmeket kell néznem, de a Szellemírtok második részét, amit egyébként nagyon szeretek, és azért soksor, sokszor, nézem az évközben is egyszer-egyszer meg, az azért van, hogy szilveszterkor megnézem. Ugye a második résznek a végkifejlete az egy szilveszter éjszakán van, de hát ebben sem az a feeling számomra igazából, hogy ez most különösebb egy szilveszteri hangulatú dolog, tehát hogy nem nagyon jelenik meg benne sem a karácsony, sem a, sem a szilveszter ilyen módon, de magát a filmet az nagyon szeretem, az ilyen nagyon nosztalgikus számomra, visszaidézi a kis gyermekkoromat, amikor még gondtalanul lehetett karácsonyozni, oh. szilveszterezni, úgyhogy igazából inkább ezért nézem, és amúgy ilyen januári, hát nem szokásom, de ez évek alatt szokásom már vált valahogy, hogy januárban, január első mindig nézek valami Star Trek-et, általában a kapcsolatfelvétel című filmet nézem újra. Úgyhogy nekem ilyen szokásaim vannak, meg ilyen filmek, filmek kerülnek elő. És hát a mai filmünk amúgy az számomra, és amúgy sem egy karácsonyi film, de hát számomra abszolút nem az. Viszont euh, még előtte euh, beszéljünk euh, pár szóban arról, hogy ahogy már említettem, ebben a szezonban kicsit változtatunk, mert egy-egy téma megvitatása helyett filmeket fogunk kibeszélni, ugye? A sort pedig egy olyan alkotással kezdjük, amiben főszereplőnk nem is sejti, hogy békés szülőváros egy óriási stúdió. Élete egy véget nem érő valóságsó, melyben minden ismerőse, barátja, de még a teljes családja is csak statiszták, hollywoodi színészek, ám szereplőnk idővel egyre közelebb kerül a valódi valósághoz. Mai műsorunk témája Jim Kerr és Ed Harris főszereplésével 1998-ban bemutatott Show lesz. Na, egyrészt közben rájöttem, hogy talán elnézést kéne kérnem, hogy így megint beteg vagyok, hát, illetve nem megint beteg vagyok, hanem ez ugyanaz a betegség, csak most sajnos a betegségem alatt nagyon sok olyan műsort vettünk föl, aminek a, és veszünk föl, aminek a kifutása viszonylag hosszú ideig tart. Úgy, hogy... a hű hallgatóink azt hiszik, hogy te hónapokon keresztül vagy beteg. Igen, szóval semmi ok, a pánikra, a keep calm, nem vagyok újra és újra beteg, ez még tulajdonképpen egy ilyen október végi, november elejében No, tehát... Uh, ugye itt a Parallax és Univerzumban talán ismert, hogy néhány évvel ezelőtt hét másik újságíró kollégával 24 órára bezártak minket a való világ villájába, illetve később dolgoztam is a műsor kommunikációján, de ettől függetlenül nem jellemző, hogy valóság nézek, nézzek, de ti hogy álltok ehhez a műfajhoz? Hú, amikor ugye az, az legelső valóvilla való villa valóság show, elindult az rtl ez, ez Ádám, te biztos tudod, 99 -2000? Mm. Vagy még később is két, két, két... J야, én, én, ugye, én igazából úgy emlékszem, hogy a Big Brother 2002-ben indult, de most azért erre nem tudnék megesküdni, és csak pár hét volt a, 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 a két műsor indulása közben. És akkor azért azt még itt zárójelbe tegyük le, hogy azért a Big Brother volt ott, akkor az volt a sikeresebb. Tehát az működött az első évben az első valóvilág egy és a Big Brother egy között szerintem, sőt nem csak szerintem ott a Big Brother működött jobban ugye ez volt az a ikonikus ilyen évis csapat ahol szegény nyertes később hát, hát Dili ház meg ilyenek történtek sok szomorú dolog ennek következtében, a sikernek, meg, 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 a csillogásnak következtében. Igen, igen, tehát kifejezetten az első évadot, azt szerintem a, a, Big Brother és a, a... Mi volt az RTL-esnek a neve? Valóság? Show? Való, Va való, világ, világ, való, világ, de ürste, azért, úrste, való világ. Azt mondta, hogy megelőzte, nem, 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 ez volt az első valóság Magyarországon, Igen, magyar lehet, a bár, a, a három volt az, van. az első, van. ahol a Fashion Café-ban a... Az András úton úr, volt? András úton, így van, így van, egy kávézót üzemeltettek a játékosok, és Uh, igazából egy kicsit olyan reality volt, mint egy mondjuk egy survivor, tehát voltak operatőrök, akik követték ott a szereplőket, meg meg, meg ott hétköznap dolgokat is csináltak, és láthattuk, de közben beépített kamerák is, távvezérelt kamerák is voltak, és akkor a Fashion Café fölött laktak. És ilyen kieséses alapon lehetett őket kiszavazni. Novák Péter volt a műsorvezető, és igazából ez egy nagyon sikeres valóságsó volt. Aztán még egyszer megpróbált a Viaszat 3 csinálni egy bár 2.0-át, ami annyira nézetlen lett, hogy jó pár héttel a, a végleges, vagy a, a tervezet vége előtt Elkaszállták és véget ért a show. És melyik csatornán futott? Volt egy a Farm című is. Hát az is megjárt több csatornát, az a Viaszat 3-on indult eredetileg, mm -hmm. aztán utána átkerült a TV2-re, és illetve közben megjárta az RTL-t, és aztán átkerült a TV2-re, és most ugye Farm VIP címmel, ugye celebekkel megy. Most azt hiszem, jelenleg nem, de hogy... te van, Ádám, jól sejtem, részt. hogy te egy kicsit ilyen valóságshow szakértő tudnál lenni, ha akarnál? <laughs> nem, nem, szerintem a szakmában, és a televíziós szakúságíró szakmában is főleg vannak olyan emberek, akik sokkal-sokkal többet tudnak, akár a valóság is, de tény az, hogy 20x éve ebben a szakmába vagyok, és azért nyilván rám ragadt némi információ, meg a saját emlékeim, meg én ezt nagyon érdekesnek találtam annak idején, amikor, amikor indultak ezek a valóságsók, tehát szerintem ez egy izgalmas műfaj. Nyilvánvaló, hogy manapság sok vád éri ezeket a műsorokat, hogy Szóval azért a valóság, az a valóság sok kifejezésében az inkább a reality, tehát az egy ilyen műfai meghatározás, mert hogy ugye van a, fizikában is, hogyha megfigyelsz valamit, akkor már megváltoztatod. Ugye a két rés kísérlet, ez egy klasszikus példája ennek, és most nem akarom elmiklóskodni a műsort, de a lényeg az, hogy nem tudsz olyan reality csinálni, amiben ne változtatnál a történéseken, még ha ez nem is szándékos, de az a 24 óra, amit a való világban eltöltött, az nagyon más megvilágításba helyezte ezeket a műsorokat, a benne szereplőket. Pedig az, hogy dolgoztam a jubileumi évadon, és ott megismertem ezeket a szereplőket, és nem csak 40 percig láttam naponta, hanem ez volt az életem, amíg ment a műsor, mert ez egy napi műsor, ezen dolgozni kell sokat. Tehát, hogy az a lényeg, hogy értem, hogy van egy nézői oldal, és most azért nem a legjobb a megítélése, főleg a való világnak mióta ez a nagyon fiatalítás, és ez a nagyon ilyen más közönségnek szól, mint mondjuk egy alekoszos évad annak idején, teszem hozzá a zárójelben, nem láttam azt az évadot, de a való világgal kapcsolatban mindig azt az évadot emlegetik nagyon föl. És azért azt is el kell, azt is látni kell ebben az egészben, hogy azért akik benne vannak, azok is tényleg valóságos emberek, érzelmekkel, fájdalmakkal, frusztrációkkal, és nagyon könnyű egy kommentet írni, hogy már megint hisztizik a

azért ezek mögött valódi érzelmek, valódi gondolatok vannak, és ezt uh, nyilván a néző, aki lát napi 40 perces, 40 perces összefoglalót, vagy lát egy élősót, egy párbajt, az azért nem azt az oldalát látja. Ugye a hallgatók most nekünk sem soha, pedig mi nem egy való világot csinálunk, hanem egy szórakoztató műsorokat, de mi igazi arcunkat sem látja a hallgató, mindegy, hogy mi mennyire amúgy önmagunk vagyunk ebben a műsorban, mert nyilván nem tud a napi Rutinunkról, vagy az életünkről olyan dolgokat, amiket mondjuk esetleg mi tudunk -e egymásról. Szóval, hogy minden csak nézőpont kérdés, ezt akarom, és ezt, bocs, hogy ilyen hosszan sikerült taglalnom. De nem tartom magamat valóság so szakértőnek. Még mindig ott tartunk, Norbi, hogy te tulajdonképpen melyik, melyiket először? Te láttad valamelyiket? Igen, igen, igen. Tehát az első évadját mind a kettőnek a valóvilágnak, meg a Big Brothernek is szerintem annól néztem, bár elég kopottak csak az emlékeim, de nyilván pár karakter megvan, meg nyilván ez az, az első évadó szerepelt a Majka, és ugye, ugye nem nyerte meg, csak második lett, de nyilván ő ennek az egésznek az ilyen az abszolút győztese, mert nem csak annak a szériának, hanem úgy unblock a valóság, a műfajának szerintem Magyarországon ő ő, 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 a kifejezetten a győztese, és az utána lévő évadokat már hát egyáltalán nem követtem, azt kell, hogy mondjam, egyik oldalról se. Ez a, ez a hogyha egyet láttam, mindent láttam, ami nyilván felületes és túlzás kijelentés, de nekem így számomra így ez a műfaj, ez sosem uh, érdekelt igazából annyira, hogy ezt így kövessem, nézzem se a külföldieket, se, se a magyarokat. Ez a, ez a, ugye ez a trash, trash, reality, amiben így, így át, átfolyt így az elmúlt években, ez, ez nyilván szórakoztató faktora van annak, de az, hogy most látok embereket, akik még, nem tudom, még gázabú viselkednek, mint én, és akkor én ezt jobban érzem magam, ez, ez engem annyira igazából nem, nem vonzott, úgyhogy szerintem ezért sem követtem a, a későbbi évadokat. I don't Válaszolt válaszolta az eredeti kérdésre? Azt hittem, hogy el tudom, el tudom sunyogni a, a kérdés is arra adandó választ. Én nem láttam ezeket, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyáltalán nem láttam ilyet. Én pont az arekoszos az nem tudom, hanyas való világ volt. Én azt Légyes, azt hiszem. Négyes vagy ötös, már mit tudom én. Az ilyen 12-13 évvel ezelőtt lehetett kb. Én, pont azt láttam, tehát azt még követtem. Egészen fura univerzum és világ nyílt meg előttem, hogy jé, ilyen így van, és emberek így, és nyilván tudom, hogy amit mondtál azért igaz, hát nyilván valódi érzelmek, és valódi, valódi drámákat élnek meg azok az emberek, akik bent vannak egy ilyen, egy ilyen elzárt térben, és nyilván viszont föl van nagyítva a saját maguk által megért érzelem, mert, mert be vannak zárva, szűk az élettér, csak egymással találkoznak, irányítva vannak, tehát hogy, hogy minden sokkal felfokozottabb, tehát hogy ennek az egésznek a, a, a ezt a hát, tehát ezt a titkait is valamennyire megéreztem, megértettem annak idején, amikor néztem, de akkor is egy ilyen csodálkozó néztem, hogy te jó Isten, mik vannak. Na, és utána persze láttam, hogy van itt helikopterezéstől kezdve minden ut utána lévő vadokban, és hogy mennyire durva tud lenni az egész. Ezeket már nem követtem, de nyilván a szele eljött hozzám. Viszont képzeljétek el, van egy olyan, amit én most nézek. Nem most, egy pár, pár hónappal ezelőtt kezdtem el nézni, ez egy angol valóságshow ami persze azt hiszem, hogy nem is a szó klasszikus értelemben nem valóság show, valahol a kettő között van párkereső és valóságsó úgy, hogy e emberek egymást csak mesterelő találkoznak először, a kell kiválasztaniuk, majd utána randizhatnak először ruhában egymással, és vajon az úgy működik-e nem? Tehát egy fordított helyzet, nagyon fura az, a, az is. De én egy ilyet most nézek, nekem ez a guilty pleasure -om. Volt már mesztelen, más jellegű, de mesztelen társkereső Magyarországon, az Ádámkeresé vált a Viaszat 3 ahol Ti ott csak pucéren voltak. Ténne? Igen, az teljes mértékben pucéran voltak egyébként. Akkor azon rögtön, hogy az első részben kiválasztották így kb. a legjobb pasit, meg úgy a legjobb csajokat, aztán utána már csökkent a színvonal, nem érte meg. <laughs> a mesztelenségért nézni, és nem is volt elég bátor a csatorna hozzá, de visszautalva, amit az érzelmekről beszéltél, és visszautalva az én 24 órás bentlétemre, amiről most nem akarok hosszan beszélni, de ez nem titok, mert írtam róla akkoriban egy cikket. Képzeljétek el, hogy ugye mi újságírók voltunk bent, nyolcan, és végül aztán még négyen az előző, akkori előző évadból bejöttek hozzánk este de még mielőtt ez megtörtént volna, mi nyolcan újságírók, akik hát gondolhatjuk úgy nagyképűen, vagy arrogánsan, hogy azért hát diplomás valahol azért picit értelmiségibb emberek. Szóval nem az a klasszikus, amit a sztereotip való világszint színvonal, szóval hogy nem így néz rá az ember, és akkor gondolhatjuk így, de ehhez képest az egyik kolléganőnk, az egyik magazinnak a az újságírója négy órával a beköltözésünk után feladta a játékot, mert kiszekáltuk, kiutáltuk, úgyhogy nem volt rá okunk. De a csorda szellem, az a pszichológiai hatás, az érvényesült, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy villalakókká váltunk, kb. 20 perc alatt, elfelejtkezel a kameráról, elfelejtkezel a mikroportról, jössz, mész, teszed a dolgod, és tudod, hogy hozzászoksz, hogy minden pillanatodat figyeled, figyelik, de ez egy ilyen kettős érzés, mert egyrészt valahol egy kicsit produkálod is magad, másrészt meg úgy igyekszel eltűnni ott, hogy úgy, úgy, se vesz föl senki. Szóval rólam például készültek olyan felvételek, olyan screenshotok, amikor olyat csináltam a villában, például kinültem egyedül a teraszon, és éppen próbáltam beszívni a, a héliumos lufit, hogy ilyen vicces hangom legyen, de valahogy nem bírtam megszívni, és akkor ott készült rólam egy, egy kép, vagy hát ugye egy felvétel, ahol azt gondoltam, hogy hát úgyse érdekes, miért figyelnének például. És mi könnyített Pályán voltunk, mert nekünk fizikailag is le voltak arva a fürdőszobában, a WC-ben a kamera, tehát hogy nyilván itt azért mi úgy vállaltuk a szereplést, de a kinti helységben nem, ott van kint mindig egy mosókonyha a való világ ahol szintén van egy WC, és én például ott piséltem többször úgy, hogy hát most ki az, aki kuk... és most, tehát hogy értitek, tehát hogy az ember valahol így le is szarja, hogy így mondjam, hát most nem ezt fogják nézni a vezérlőben, ahogy te, hogy pisélsz. Ez... Hát, hogy meg is érdemlik, ha ezt Igen, tehát, hogy, ez, hogy így, így, el is felejted, vagy fel is oldoz, de azért ezt hozzáteszem, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, aki talán ezeket a szituációkat könnyebben is kezeli. Na de térjünk rá a Truman Show mert azért egyrészt ez az 1998-ban bemutatott film, ahogy azt elmondtam, és akkor azért még se bár, se való világ, se Big Brother is csak hírből volt talán. Itthon, Amerikában azért ez már ismert. Mi Na valami. de azért ezt a filmet itt most magyar kontextusban mm -hmm. kell nekünk mm -hmm. értelmeznünk. Én azt tudom, hogy én moziba láttam ezt a filmet, általános iskola 8. osztályos voltam körülbelül, és tehát igen fiatal, de én Jim Carrey miatt néztem meg, én azt hittem, ez egy vígjáték lesz, és ahhoz képest persze vígjáték elemeket tartalmaz bőségesen a film, ahhoz képest azért elmondhatjuk szerintem, hogy ez egy inkább dráma, és úgysem sorban elemezzük ki ebben a műsorban a, 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 a történéseket a, a filmben, úgyhogy akkor itt hozzám hozzam is be azt, hogy az a jelenet, amikor ő fölismeri azt a tér közepén, hogy megállnak neki az autók, és, és kb. csinálhat bármit, tehát ő van a középpontban, ő a, ő a főszereplő, így mondva, az szerintem egy olyan drámai játék, szerintem Jim Carrey ott abban a filmben igazán megmutatta, de szinte észrevétlenül, hogy amúgy persze egy nagyon jó vigjáték színész, és én az észventúra egyet imádom, például, szóval, hogy nagyon jó, de 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 azért Jim carrey van egy olyan rejtett, nagyon nagy drámaiság és drámai színészet, ami, ami elveszik a sok a, a gumi arc mögött. Ez a teljesen, teljesen mértékben egyetértek, tehát Jim carrey az alakítása a, 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 olyat rakott így össze, amit, amit szerintem azért nagyon kevesen tudnak, és nem ló ki a lóláb sem so, ö, soha. Én, én nem éreztem a film alatt. Tehát, hogy az egész első pillantásra egy ilyen, igen, vígjátéknek tűnik. Talán ö, még az előzeteseket nem néztem ö, most újra, de lehet, hogy ö, mondjuk, hogyha valaki csak anna az előzetesét meglátja, akkor egy következő Jim Carrey vígjáték, hát végül is tök jó, de igazából igen, hogyha valaki végignéz ez a filmet, akkor utána látja, hogy ez inkább egy ilyen egzisztenciális dráma, tragédia, ami vígjátékban van öltöztetve, és azt, hogy igen, ezt a észventúrás gumiarcú, már-már ugye ilyen-ilyen ilyen, ilyen, ilyen kartúni, tehát hogy teljesen ilyen-ilyen animált ö, ö, rajzolt karakternek a hatását kelti a grimaszaival, az egész testének a mozgásával, na ezt ötvözi azzal, azzal a, nagyon, nagyon mély egzisztenciális kérdéskörrel, és, és, az egésznek a, a, amikor, amikor rájön, hogy, hogy mi is zajlik körülötte, és ezt a kettőt így a, így a film során olyan, olyan, olyan nagyon jól hozza, hogy, hogy Amúgy én, én, nem is értem, hogy miért nem jelölték azért. Azt hiszem, nem is jelölték Oszkára, de így utólag amúgy nagyon-nagyon jó alakítástól, és, és kell, kell, is ezt, Tehát, hogyha ő ezt így nem hozza, vagy nem ilyen szinten, vagy még más a színész, akkor, akkor, ez vagy az egyik, vagy a másik irányba elment volna. Tehát lehetett volna nagyon köldöknézős drámát, vagy, vagy nevetős vigyátékot, de így ez a kettőnek az egyvelege egy, egy nagyon sajátos egyedi ízt kölcsön az a filmnek. Peter Vira rendező, ő rögtön Jim Carrey-re. Tehát, hogy, hogy, neki tök egyértelműen Jim Carrey volt előtte, amikor eldöntött, hogy ki, kit akar fölkérni főszereplőnek. Ez egyébként elég ritka szokott lenni, én azt hiszem, hogy, hogy ennyire tudja egy rendező. Úgyhogy hogy, és azt nyilatkozta el, hogy amikor az észventúrába látta, és, és, kezébe kapta ezt a forgatókönyvet, hogy na, ezt kéne megrendeznie, akkor egyértelmű volt számára, hogy Jim Carreynek kell. Tehát, hogy a rendező az észvent már belelátta hogy a Jim Carrey-re képes lesz. Szóval ez tényleg fantasztikus. Igen, nem jelölték Oscarra. Golden Globot meg egyebet kapott, de Oscar nem. Még csak jelölés sem. Elgondolkodtatok a filmet nézve, akár most, akár korábban, hogy mi lenne, ha egy ilyen szituációban találnátok magatokat? Ugye nagyon érdekes ez a folyamat, ami lejátszódik még Jim Carrey karakteret, Truman Burbank, Burbank rájön, hogy Ugye először azt is hiszi, hogy valamiben belekeveredett, ugye nem gondolja, hogy ez egy valóság show. aztán persze később, ahogy halad a történet, egyre furább dolgok történnek, de... Hát ugye persze mindenki eljátszik ezzel a gondolattal, csak egy pillanat erejéig is, hogy... Meg ugye ez az örök, örök kérdés igazából valahol, ugye mi van, hogyha a, a mi valóságunk, a mi érzékelésünk az, az ugye nem nem... Nem valódi, nem igaz. És akkor itt nyilván, itt, itt, itt azért számtalan ö, változatát a, a, a popkultúrában megtalálhatjuk. Most, hogyha a szimulációs elmélet től is kiindulhatunk, hogy mindannyian egy szimulációban élünk, aztán, aztán itt, itt, én, én a Matrix, is, Matrix ö, hasonlatig is el tudok ö, simán ö, menni, hogy a Matrix szímű filmmel is, nyilván ez egy teljesen más megközelítésbe, de a kiindulási állapot az, az eléggé hasonló. Úgyhogy persze, persze, ezen mindenki játszik ezzel a gondolatta, és igazából az a félelmetes, legalábbis számomra, hogy minél többet gondolkozol, igazából annál, annál jobban bele tudod forgatni magadat, úgyhogy azért vigyázni kell, mert ugye, ahogy a filmben is szerintem megemlítik, de, de más, más irodalmakban is, ugye, hogy, hogy, mi is az igazi valóság, és hogyha eléggé valós, akkor meg, akkor meg nem mindegy, hogyha te annak érzékeled, akkor az az önbeteljesítő. És ilyen szempontból picit, picit félelmetes is a dolog, mert, mert e, ami van, hogy ha, ha, tényleg, ha tényleg csak annyit, amennyit mi látunk, és a többi az, az nincs, nem létezik. Én nem gondolkodtam erről szintén szóval, de, nagy, de, de, vannak akik igen, olyannyira, hogy létezik egy ilyen szindróma, vagy ilyen téveszve, tehát egy ilyen, tulajdonképpen leírtak már egy ilyen betegséget, úgy hívják, hogy Truman szindróm angolul, vagy Truman shaw téveszme. Ez a 2010-es évek óta, én azt hiszem, hogy hivatalosan nem betegség, tehát nem, nem lett része a WHO-nak az ilyen betegségeket tartalmazó nagy katalógusában. Ez ilyen paranoiának valamilyen al valami al, igen, mert több orvos is kutatta azért, mert hogy ők találkoztak olyan emberekkel a praxisukban, akik konkrétan azt gondolták, hogy ők igazából egy, egy tévéműsornak a főszereplői, és, és, sokat kellett dolgozni a pszichológusának rajta. Tehát, hogy leírták, hogy van ilyen, hogy Truman, Truman Show szindróma. Viszont, amit behoztál, hogy vajon szimulákrumban élünk-e, vagy szóval vaj, vaj, vajon egy szimulációban élünk-e, igen, mármint nem az a válaszom, hogy igen, abban élünk, hanem, hogy igen, ez egy izgalmas kérdés, ez az az utóbbi 10-20 évbe merült föl komolyabban, és ennek nagy löketet adott az tavaly vagy tavaly előtt, amikor Elon Musk mindenki a mindenki által szeretett és tisztelt korunk vasembere, akit tényleg csak pozitívan tudunk mindannyian róla beszélni. Szóval Elon Musk az, aki egy ilyen podcast stúdióban vagy rádióadásban, miközben beszívtak, a rádióműsorban, a közben ő hosszadalmasan beszélt arról, hogy ezer százalék, figyeljetek, figyeljetek, bro, ezer százalék, hogy, hogy ö, szimulációban élünk. És amikor én, amikor néztem a filmet, akkor föl is írtam magamnak, hogy ennek nézzek utána, hogy tulajdonképpen mi az igaz, mert állandóan vannak ezek a szalagcímek. Most már a brit tudósok bebizonyították tényleg szimulát, de hogy ez az egész micsoda és tényleg vannak elméletek, tényleg vannak akadémikusok, az egyiket meg is értettem, hogy tulajdonképpen miről szól, és ezt most szeretném elmesélni nektek. Egy bizonyos Melvin Wobson, nekem nem mond semmit, egy portsmouth egyetem egyik, nem tudom, tudós vagy kutatójának az elmélete, és ő azon kezdett gondolkodni, hogy oké, okay, ismerjük ezeket a termodinamikai törvényeket, és van az, a termodinamika második főtétele, ezt talán már sokszor a Miklós is mindig tanít minket ebben a podcastban, meg a hallgatóinkat, hogy, hogy ez kimondja, hogy az entrópia, tehát egy zárt rendszer rendezetlensége csak állandó lehet, és vagy esetleg növekedni tud. Tehát hogy ez, jelenti ez a ez a termodinamika második főtétele, és hogy ő ezzel húzott egy párhuzamos Vonalat. Nem a meleg megy ki, hanem a hideg jön be. Igen, 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 köszönöm. És hogy húzott egy párhuzamos vonalat, hogy mi van, hogyha az információ, ugye az információ is, hogy is mondta, hogy az információ entrópiája szerinte idővel nő, és utána elkezdte ezt vizsgálni, hogy ez, hogy ez a valóságban ez így van-e, és azt mondja, hogy nem, vagy csökken, az információ, tehát a rendszerek információ tartalma, vagy legalábbis állandó marad. is ebből azt a következtetést mondta le, hogy úgy van összerakva a rendszer, magyarul a világunk, hogy a benne lévő információk mindig arra törekednek, hogy a lehető legkisebb helyet foglalják el a tárhelyen. Olyan, mint amikor a számítógép tárhelyen is nagyon. Ö a, a, tehát arra figyelnek a rendszerek, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el, és azt mondja, hogy ez VM lehet véletlen. Tehát kb. itt tart ez az ez egyik tudós, aki erről beszél, hogy szerintem miért lehetünk szimulációban. Ezt értettem meg. Hm, döntsék el a hallgatók, vagy ti, vagy nem tudom. Én ezt nem biztos, hogy értem, de minden esetre azt tuti, hogy ha valaki az én életemet így nézi, egy ilyen univerzális valóság keretében, hát nem tudom, figyelj, szerintem tök unalmas az életem, elég a napom elég jelentős részét itthon töltöm, de hát ha valakinek ez adja, akkor oké, sima. Na de Erről beszélünk a Truman Show esetében is, mert addig a pontig, amíg el nem kezdődik a hajsza, és uh, Truman nem kezdi el kapizsgálni a, a, dolgokat, addig azért minden a medrében megy, ugyanaz történik. De figyeljetek, beszéljünk már olyan aspektusokról, ne haragudjatok, amik nem ennyire mélyek, de engem ezért ennyire érdekelnek a filmnek a, a valóságában, mert azért itt van egy feleség, Akikkel gyereket akarnak, tehát azok szexelnek, el is mondják, hogy a... ez, ez, ez prostitúció lényegében. Meg, hogy ez hogy van, mert ugye ezek színészek, nem, ez van egy életük film. mellette. O nem pornófilm, mert azt tudjuk, elmondja ott a biztonsági őr szánkbarágják, hogy nem látszik semmi, sem kell a kamera, azért megliben a függöny. Tehát, hogy nyilván nem mutatják, de hát azért csinálják. Vagy mondjuk, amíg fiatal volt a Truman, hát és felfedezte a <coughs> testét. Addig. Azért szóval, hogy hát mindannyian, és most mi pont férfiak vagyunk, és a férfi hallgatóink is pontosan tudják, de még a nők is, hogy miről beszélünk, szóval. Hát ott is. Ott is elsőenkelt a kamera. De akkor az egész kamaszkor kimaradt. Tehát, hogy az egy nagy adásszünet akkor. <laughs> Figyelj, ne, nem maradt ki. Szerintem ezek a... Igen, tehát ezek a... Ezek, 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 igazából, ha elkezdünk ebbe belegondolni, ezek elég durvák, és ez tényleg itt gyakorlatilag... Bocs, kon konkrétan pedofília, hát, még igen szóval Igen, itt, itt, prostitúció, pedofília... Tehát ki, ki nem lehet lefölni. kikerülni, igen. így van. Igen, igen, igen. Szóval Krisztof megéri a pénzét. de mit gondoltok erről az egészről? Szóval a film maga valóságában ezek a dolgok, amiknél Láb, azok számotokra hogyan csapódnak le? Figyelj, a filmnézések közben ott, ott nem, ezeken nem gondolkoztam, de nyilván, hogy például ezeket is megemlítetted, azért ezek elég durva kérdéseket felvetnek. Tehát, hogyha minél jobban cincálja az ember szét ezeket a dolgokat, akkor annál nagyobb problémákat okoz. Tehát, igen, hogyha Truman az első ember, akit egy vállalat fogadott örökbe, és gondolom azért ennek voltak ellenzői is a külső világban. Na most akkor ugye ők is nyilván mit csináltak? Ugye ezt az egy szemlányt Szilvi? Sil az igazi neve, őt láttuk, ugye, aki be, be is épült, és, és, és el is kellett onnan cibálni, és kint is látjuk, hogy ő próbálja ennek az egészre felhívni a figyelmet, de szerintem itt hatalmas civil szervezetek szövetkeznének azért, hogy, hogy úgymond ezt az embert megmentsék egy gonosz kizsákmányoló vállalat kezei közül, és, és szerintem egy ilyen szállamú, hogy még talán el is fért volna a filmben, azért nagyon vékonyan volt, de persze, tehát itt, 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 itt olyan szintű kérdések merülnek fel, hogy a akkor ő ezzel az emberrel gyakorlatilag az ez a, ez a vállalat egy, egy, egy tárgy, egy eszközként tekint rá, és bármit megtehet, tehát tényleg meg is ölheti, hogyha úgy van. Mert akkor legalább van egy jó lezárás? Hát, és Krisztofnak, uh, a, a, a filmünk másik főszereplőjének, aki a, ennek az egész valóságsónak a megalkotója, soránere és rendezője egy szemébe. Szóval Krisztóf szerintem akár meg is tehetné, ha nagyon úgy akarná a végén. Látjuk is, hogy a legdurabb uh, fokozatúra fölhozza a vihart. De, amit mondtál, igen, tehát ebből látszik, hogy igazából a film műfaja az egy ilyen nagyon izgalmasan összerakott kevercs, mert ez, egyértelműen science fiction világot jelent, és disztópikus világot. Tehát egy olyan, olyan disztópikus jövőképet mutat, ahol ilyenek beleférnek. Belefér az, hogy egy tulajdonjon egy cég egy embert, belefér az, hogy a, a feleséget játszó színész, mint hogy mindenki színész, az tulajdonképpen prostitúcióra kényszerítenek 10-20 éven keresztül élő egyenes adásba. Miközben ez egy, ez egy dráma, egy egzisztenciális dráma, de végjátéki elemekkel, groteszk, szarkasztikus elemekkel, szól, egy nagyon izgalmas és nagyon jól összerakott műf műfaja van ennek a filmnek. Igen, ez egy disztopikus világ. Nem, nem nehéz amúgy, igen, Krisztóf szerepéből, ugye Ed Harris nagyon-nagyon jó alakítás nyújt. Nem nehéz belelátni, látni, ugye, hát az Istent, hogy ő, ő az megalkotója, ő, ő, ő a létrehozója Trumannek, és tehát, hogy istenként fentről magasról a hold, abból az átalakított holdnak kinéző vezérlőközpontból irányít mindenkit, és hát nyilván a végén még a, még a, magasból, az égből még hozzá is szól. De hát valójában így van. Ő Isten. Ezt erkölcsileg lehet vitatni, de abban a helyzetben ő valójában egy Isten, egy showrunner, egy kreatív producer, az egésznek a vezetője, és szerintem felelőtlenség azt mondani csak, hogy egy tárgy, mert szerintem azért ennél több. Egyszerűen Krisztof karaktere egy ilyen, szóval, hogy azért azt elmondom, hogy a való világokról tudok biztosan nyilatkozni, nem ilyenek a kreatív producerek. Őrült mind, ez tény, de nem ilyen. Tehát, hogy... Krisztofban nem nehéz belelátni Istent, hiszen már a neve is beszélő név, Krisztof, is Christ Krisztus, ahogy a Trumannek a beszélő neve, Truman igaz ember. Én, nem tudom, én azt hiszem Magyarországon ez ritkább a filmeknél, hogy ennyire, hogy beszélő nevek legyenek, de egyébként a hollywoodi álomgyárban, tehát az amerikai filmkészítésben elég gyakoriak a beszélő nevek. Én nem értek egyet. Ha van egy cigány szereplő Magyarországon, az mindjárt lakatos hát, lesz. Igen, ha, jó, van jó, egy, jó. ha van egy meleg szereplő, akkor annak egy ilyen, ilyen nagyon meleg Oli. név. Márk, Alex, most jó, nem akarok igen, így jó, senkit. Igen, az nem pont ugyanaz, nem beszélő név az, de igen, értem, hogy értem, mondasz, igen. de nyilván ez angolul más, tehát, igen. hogy most. Szóval, hogy, hogy, Akkor te, bocsánat, ez azért magyarul úgy néznek ki, hogyha borkostoló, akkor bor nem vissza hát, a vezeték hát valam, nevre, tehát, esi, hogy igen, igen hát... szóval azért Magyarországon szerintem ennek egy kicsit más az áthalása, mint a magyar, mint az angol nyelvben annak a sajátossága. Viszont amit mondtatok, hogy, hogy ő Isten, én azt hiszem, hogy ennél tágabb tagabb ennek az egésznek a, a, kerete. Igen, természetesen hát a Kristóf, mint a során az egésznek, ő föntről beszélt tehát amikor, amikor a végén ugye meg akar szökti Truman, a felhők közül, miközben kisüt a nap, hát ez egy egyértelmű keresztény szimbólum, ott is ő, ő szól le föntről, tehát hogy ez teljesen egyértelmű, de én, ha, ha ezt egy kicsit jobban kitágítom, amit mondtál, hogy a valóság Show vezetői, azok egyébként ilyen értelemben ugyanúgy istenek, hát ő az ő kezükben van minden, hogy hogyan irányítják heteken, hónapokon keresztül a, a valóság valóságsónak a mindennapi tevékenységét, de tovább megyek igazából az összes szórakoztató ipari kreatív producerek, hasonló szerepben vannak, lehet, hogy nem minden hatók, mint a Krisztóf ebben a filmben, hiszen ő a, a, a egyik piatról a másikra ö, tud vihart is kelteni, és, és följön a nap három órával hamarabb, reggel lesz, tehát hogy lehet, hogy nem ennyire mélyen, de igazából aki tartalmat készít, aki a szórakoztatóiparban van, az ugyanígy az ő tartalmában isteni szereplőként jön meg, hiszen ő az, aki valaki elé teszi, és a másik az csak befogadja, és elszenvedi, értsétek jól, a tartalmat. Igen, de az a vitatkoznék, igen, hogy, hogy Krisztóf esetében, ö, még hogyha talán egyszer a kezdetekkor, mármint úgymond a Truman Show kezdetekkor, ez még így is volt, szerintem nála, nála a rossz irányba, és akkor ez átment már ilyen Isten komplexusba. Tehát, hogy úgy indult, ahogy mondod is, hogy, és ezt a magyar is szoktuk használni, hogy ő a sorozat atya, a kitalálója, és akkor igen, ezt szoktuk használni, de ugye ezt azért nem mondjuk, hogy ő az istene hát ne, annak igen, a sorozatnak igen, igen. És ebben az esetben pont ez, hogy vagy az évek alatt, vagy a és miatt, nem tudom, de ő teljesen ö, egy szintet lépett, és az atyá szintből az isten szintbe átment, és itt, itt kellett volna nyilván lennie olyan olyan fékeknek, ö, ellensúlyoknak beépítve az egész rendszerbe, ami nyilván alapjáraton valósabban be van építve, hogy ilyen, ilyen mértékben ne tudjon eltorzulni a, a dolog az egyik irányba. Egy dolog még eszem nekem volt hogy van is egy barátom, aki sok ideig DJ-zett, és ő egyszer elmesélte, hogy az volt elképesztően félelmetes, és, és nincs vele megbékülve, hogy fölment a több ezer ember elé ö, lejátszani egy szettet, és hogyha balra csavarta a potmétert, akkor az emberek balra mentek, ha jobbra csavarta a potmétert, jobbra mentek, és azt mondja, hogy ez annyira durva trip, ez olyannal ért föl, mint egy kokó szívás, mint egy csík, tehát annyira durva rá lehet erre függni, tehát hogy, hogy ez tényleges hatalom emberek ezrei fölött, hogyha te mondjuk ott vagy színpadon, és ez nyilván minden zenészre, mindenkire vonatkozik ez. Mármint számára ért föl egy utca fölszívásával, nem számozra meg a hallgatók számára, ezt tisztázzuk, mert... Nem, nem, én nem persze, és ő sem, ő sem, hanem hogy azt mondja, hogy, hogy ez annyira, annyira erős élmény lehet. Drogozni rossz kedves hallgató. I -i világos, de szerintem egy igen, értem, igazad van, csukartatjuk az nmh t így van, hogy, de hogy értitek, tehát hogy, hogy, ezek tényleg annyira durva helyzetek, amiben meg lehet makkarni, és hát látj, a filmben tök egyértelmű, hogy Krisztóf ennek a drognak a, rabjává vált. Én elébe megyek, szerintem már eleve el volt száva, hiszen aki kitalál egy, tehát örökbefogad egy gyereket, hogy egy valóságsót indítson erre alapozva, az nem lehet normális ez, teljesen. Ez így van, annyit azért hozzátennék, hogy Peter Vira rendező, mikor mi, mikor megkapta a forgatókönyvírótól, Andrew Nikoltól a forgatókönyvet, és kereszti, keresték rá a szereplőket, eközben a rendező írt tíz oldalt Kristoff korábbi életéről, hogy mik, milyen karrierje volt, hányszor kapott emi meg mindent, hogy után, amikor jött a, a, az őt játszó színész, aki elsőre nem az Ed Harris volt, ő odaadta, hogy figyelj, ez a karaktered, ezt tudja, és utána, miután már ilyen története volt, hozta létre ezt az elképesztő zárt világot. Minden esetre nem rossz dolog maximalizálni a hatalomban tölthető időt ezek szerint. És itt nem tízezer, várjál, -e, hány nap volt ez? 10.909. napnál tartunk, az 29,9 év. A baj a médiában, hogy az nem egy demokratikus intézmény, ezért van azért a kreatív producereknek valamilyen szinten, hát a teljhatalma nem is, de megemelkedett nagy koncentrációjú hatalma az adott projektben, és legyen, legyen az kicsi vagy nagy projekt. Amíg a normál televíziós műsorok esetében azért úgy készülnek, ez egy gyártósor mellett állnak, és a Kreatív producer ugyanúgy egy gyártósor mellett áll. Ugyanazon a gyártósoron, amint te is dolgozol a műsorban. Aztán vége is jön a következő. Itt meg azért egy véget nem érő dologról beszélünk, és hogy egyébként Magyarországon és bárhol a világban az ilyen producerek úgy jutnak előre, úgy becsülik meg őket az adott stúdióban, tévécsatornánál, bárhogy, hogy jó nézettséget szállítanak, jó minőségű tartalmat állítanak elő. Krisztof esetében, hiszen folyamatosan adásban van több mint tízezer napja, ezért szóba sem jön, hogy ez egy bukott dolog lenne, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ez, a, ez az egyébként is rajta lévő, hát nem tudom, arrogancia, erkölcsi arrogancia, vagy nem tudom micsoda, az, az azért egyre jobban hatalmasodik el, bár az azért jól látszik, hogy, bár azt csinálják a vezérlőben, ahogy, amit ő mond, és úgy táncolnak, hogy ő fütyül, azért a nagyon megkérdőjelezhető döntésekben azért nem annyira nagy az egyetértés ott. Hogy öljük meg truman <laughs> Hát körülbelül igen, tehát, hogy, hogy, de ő már ilyen nagyon elvakultan látja, tehát ott azért nagyon kis sarkítva, látom ábrázolva az ő kettejük viszonyát, mert most sokkal vegyesebben látom, tehát én látok benne egyfajta apai szeretetet is Ed Harris karakterében, de ez ezekben egyáltalán nem nyilvánul meg. Ebben Isten nyilvánul meg, aki akár elpusztíthat minket, mert az övéi vagyunk. Azért nem érzem ezt, vagy hogyha van is például ilyen atyai szeretet, akkor azt, akkor azt nagyon elnyomja, és, és, a, és a show, show must go on jelszóval, tehát a leges legvégén is, ugye, amikor az elköszönés, és már ott van fent a lépcsőnek a tetején, és hiába mond neki bármit is, ugye hogy a külső, kinti világban nem fogsz tudni találni mást, itt legalább biztonságban vagy, meg, megpróbálj, hogy legalább egy utolsó kicsikarjon belőle valami, valami jó záró záró mondatot, vagy bármilyen, bármilyen olyan tetőpontot, és ugye erre mit csinál Jim Carrey Truman karaktere, a, a szokásos ö, ö, mondatát ugye elmondja, hogy, hogy így bemutat neki, hogy ezt neked, nem fogok neked egy úristen katarzis és lezárás csinálni, csak a szokásos, és szerintem megfordul és kimegy, és ezzel is Krisztóf karaktere nem, nem érdekelt, hogy mi fog le történni, csak a sót akarta, hogy akkor legalább, hogyha majd itt van a vég és mindenki a szakad, akkor legalább valami ütős befejezése legyen, de nem jött be. 8000 forintot kell összegyűjteniük, azt mondja, és akkor egy évig világ körüli útra mennek. Ez egy ilyen nagyon utopisztikus, vagy futuri, nem futurisztikus, hanem ilyen retro spektri, retrospektív világ, mert, vagy nem is tudom, mert hogy vegyítve vannak, hát van benne számítógép 98-as mértékben mai, tehát hogy, hogy, látjuk, vagy, vagy érzékeljük, hogy ez így normális lenne, de valahol inkább az Amerika 50-es évek világát idézi az egész. 50-es évek azért szerintem talán nem, de hogyha valaki esetleg meg, megállítgatja a újságoknál itt-ott adott pillanatban, akkor azt lehet látni, hogy egy pár évvel le vannak maradva a kinti világhoz képest, ez egyszer biztos, és ja, hát igen, amúgy rengeteg sok, rengeteg sok apró háttérben elrakott ki valami, valami eléggé nyilvánvaló utalás, valami, valami nem annyira, tehát ugye például ugye, szerintem a filmnek a vége fele zoomol csak ki úgy annyira a digitális virtuális kamera, hogy ugye egy hatalmas dómot megpillantunk, amit ugye felépítettek, amely alatt van ugye ez a kis sziget, és körülött a víz, meg a tenger. Tehát egy dom alatt él, egész életébe konkrétan Jim Carrey, és reggeli mellett, meg az ilyen étkezéseknél, egy egyenletben biztosan ott van mellett egy kis D-vitamin, ugye, hogy sosem ér, sosem ér nap. Úgyhogy D-vitamint szeretnek vele pluszba, például ilyen, ilyen, apró dolgok. Who needs Europe, ugyebár? Kinek kell Európa, mikor itt van nekünk ez a csodálatos világunk itt, itt Amerikában? Ö, ne, ne, nem, nem, tudok elmenni mellette. Ádám, 8000 forintot mondtál, de dollárt akartál mondani. 8000 dollár, bocsánat, igen. <laughs> igen, igen De úgy jól. éreztem, hogy hú de, jó, hú de jó volt annak idején a forint. Már, de, de, tehát, hogy 8000 dollárból nem lehet egy világ, tehát 98-ban se lehetett világ körüli útra menni. Jó, ha 8000 dollárból egy nyaralás kijön Európában, Amerikába. Abszolút nem, lehet. Vagy... Tehát ez nyilván ez egy ilyen, egy ilyen mesterséges világ van, ahol, ahol igazából a gazdaságnak nyilván nincs, tehát az nem létezik fogalom. Persze. Tehát, hogy a, a, ha Jim Carrey, bocsánat, truman azt hitetik el, hogy 8000 dollár elég, akkor, akkor ez neki elég. Annyival vitatkoznék viszont, hogy a, a, a design, mi -ja a filmnek az 50-es évek belé, már mint hogy az utcák, a terek, a színek, a belsők, kifejezetten a rendező, amikor fölkérte a 50-es évekbeli ilyen magazin tudjátok, ilyen színes női magazinok, meg ilyen háztartási magazinokat nézegettek, és az alapján tervezték meg. Persze ezért ettől még vannak ott... Modern autók, mármint egy 890-es modern autók, de hogy a, a dizájnja, a hangulata a filmnek kicsit ez a pleasant film, vagy, vagy nem is tudom melyik filmhez hasonlít egy kicsit. Egészen fantasztikus egyébként, hogy mennyi mindent gyártottak le az újság címkéktől kezdve, a, a termék címkén át a, a plakátokig a háttérbe, a billboardok, a hirdetett, mi elképesztő. Csodálatos. Menjünk is rá a hirdetésekre. Termékelhelyezés, hát ez, ez az alapja a média a tévéműsoroknak, a valóságsoknak meg aztán feltétlenül, és hát itt a Mokokoától kezdve megjelent minden, az kedvencem a sok helyen van, én most így, amikor most újra néztem, akkor így figyelgettem ezeket a dolgokat, amikor ott a Marlon, ugye így hívják a jó barátját, a cimboráját a Trumannak, akkor ott a sörrel is, tehát meg a, belenéz a nő a kamerába, és akkor mint tudom, milyen fűnyírót vegyenek, vagy már nem emlékszem. Úristen, csodálatos, meg hogy kinek beszélsz, kinek mondod? Mert hogy az jutott eszembe, azt akartam így poénként elsütni, hogy mondtad ezt a betegséget, ami van áron, ez a valóságsóban hiszed magad, hogy hát igen, amikor én is poént mondok itt a, a hétköznapjaimban, én is megvárom, amíg röhög a közönség. Tehát hogy kicsit, kicsit ez ilyen. Ez a... Röhögtök? Sokat röhögtök? I igen, hát általában igen, az enyém egy ilyen szitkom tulajdonképpen, de... Ádám, Horváth Ádám Tamás a sörök, azok ugye van egy pár jelenet, amikor ki, kint rekapcsolnak a, a, nézőkhöz, és akkor van egy kocsma jelenet, ahol vissza-vissza térünk, ott, ott, azt a sört csapolják, amit a dobozos változatát iszák. Sőt, ezt, ezt a típusú sört, ezt, ezt más filmek akkoriban átvették, is, és Tök függetlenül a Truman Show című filmtől más filmekben, és itt ott ez a sör. Tehát ső... ilyen metapoéne vált az amerikai álom gyárban. Igen, 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 kicsit, kicsit ilyesmi átvették. Hát, és az a jó benne, ahogy ez ki van vitelezve. Tehát, hogy talán még, amikor valaki elsőnek nézi meg ezt a filmet, és az első ilyen termékelhelyezéses mondat elhangzik, talán a felesége szájából, talán még lesz esik. Csak olyan out of the place, tehát hogy ez most ilyen fura volt, de hát mindegy, megyünk is tovább a filmben, és úgyhogy mondjuk a második harmadik már már leesik, és, és igen, tehát ez, ez, ez benne a zseniális, hogy, hogy ezt hogy hozták le, és fél, félelmetes, tehát <laughs> nagyon, nagyon jó. Legjobb drámai pillanat szerintetek a filmben, én már mondtam ugye ez a jelenet, amikor rájött, hogy az autókat meg tudja állítani, ott a busz minden. Elég egyértelmű, mondjuk a film végén a, a vihar jelenet a, a, a hajóba, a kis-kis uh, Santa Maria, ugye Kolumbusz yeah, hajója, yeah. fedezi fel az új világot. Utanás, um, és akkor ott el, elordítja magát, hogy csak ennyit tudsz, és akkor meg kell, hogy öjjj, vagy hogyha azt akarod, hogy ne jussak ki, tehát ott azért ott eléggé egy ilyen katarzisnak ez ott felfogható. Um, azt nem mondom, hogy hogy uh, De gondoltuk izhultam. úgy, igen, ezt akartam mondani, hogy nincs akkor, tehát hogy, hogy szerintem ez azért nem működött olyan igazán, mert bár nagyon látványos és kaotikus, de azért tehát azért valószínűleg nem hal meg, tehát nem kell túl a dolgot. Nekem, nekem, egy harmadik jelenet ugrott be, amikor most kérdezted, hogy melyik az, ami szerint, tehát nekünk melyik tetszett a legjobban. Van egy olyan rész talán a két haladánál, ahol már tudja Truman, hogy gond van, nem fog tudni lézetesen elmondani, hogy hogy nézett ki ez a jelenet, és ott valaki beszélget, és a másik, talán egyébként pont a gyerekkori barátja mondja neki, hogy figyelj, kincs jobb. Vagy vala, tehát volt valami ilyen, ilyen, ilyen mondása, és ö, azt én úgy írtam föl a jegyzetembe, hogy now or never pillanat, tehát vagy most eldöntött, hogy akkor te ebből ki akarsz lépni, vagy tovább mész ebben a világban, mert egyébként kényelmes ez a világ, és ez szerintem egyrészt számtalan filmnek ugyanez a témája, tehát a Matrix-tól kezdve az Existence, a Dark City, a nem tudom, tényleg rengeteg-rengeteg science fiction, főleg a 90-es évek végén, 2000-es évek elején nagyon sok helyen ez, ez fölmerült, hogy, hogy vajon van-e szabad akarat, vagy a jobb-e az, ha van szabad akaratod, vagy, hogy, vagy inkább az ignorance is bliss, az nem tudom magyarul, hogy van tudatlanság, boldogság, talán így szokták fordítani, tehát hogy, hogy miért akarsz te fölébredni, mikor egyébként tök jó langy melegben vagy, lehet, hogy sokkal rosszabb, hogyha te tudod a, a világ nagy titkait. Miért akarsz te kimenni ebből a, a tökéletesen megszerkesztett világból? Kint téged az ismeretlen vár, ami lehet, hogy sokkal küzdelmesebb, nehézkesebb, és hogy te, mint ember, tulajdonképpen erről szól a, ez a, a, a Truman és a, a Sauron, tehát a Krisztóf karakterek közötti tehát az Isten és az ember közötti konfliktus is ugyanerről szól, az ember végül leszakítja az almát, és azt mondja, hogy ő kimegy az ismeretlenbe, kimegy a paradicsomból, ugyanez. Tehát ez igazából évezredek óta ez a téma foglalkoztatja nyilván az emberiséget, és az a pillanat, ahol ott talán éjszaka, ott és, és mondja neki, hogy de Truman, kincse jobb, hidd el. Tehát, hogy és, és szó, szóval az, ez a pillanat, beveszed -e a kék pirulát, vagy a pirosat, hogy melyiket, szó, szóval ez az szerintem nagyon erős. És ebben a jelenetben bónuszként így visszahozza Marlon a halott apját és truman Ja, tényleg, ez abba, az abba oh, jó, akkor ez abban van, igen. Azt hiszem, igen. igen. Szóval, hogy ez, ez az egész film, igazából ezért őszintén szóval elképesztően zseniális még mindig 30 évvel később is, vagy 20, nem tudom hány évvel később, 25 évvel később is. Tehát nagyon jól működik a film, nagyon jó a hangulata, nagyon jól működik az egész, minden szempontból. Nem az van, hogy zseniálisabb? Később. Hogy jobban beérett? Hmm. Aha. Azt nem tudom, hogy zseniálisabb-e, de minden esetre de számomra félelmetes. Tehát például pont ebben a jelenetnél maradva, amit beszéltünk, hogy a legjobb barátjával beszélget, és ugye ott szépen lassan látjuk, meg ugye át, átkapcsolnak minket a vezérlőszobába, hogy ott mondják a fülébe, hogy pontosan hogy mit mondjon neki. És az, az, az a felismerés Truman karakterébe, hogy az egész, az hogy egy az egész világ, de hogy az emberek is, is, a legjobb barátja és a felesége is hazugság, színészek, és az egész egy megrendezett dolog, tehát ez olyan szintű tehát konkrétan ebbe, ebbe te simán beleőrülök. Tehát, hogy ezt, ezt nem tudom felfogni, és a kezdve diliház és, és nyugtatókon fogok élni. Tehát ezt, ezt nem, tud, nem, tud, elfogadni, nem, nem tudnám feldolgozni. Nem tudom, hogy hány éves lehetett az a karaktere, de 25-30 nagyjából. 29,9. 29,9. Tehát, hogy egy életet így leélni, hogy, hogy mindenki, és a legjobb barátod is, és a feleséged is, és ez így kiderül, és azután, azután Mit csinálsz? Vagy mit fogsz, kivel fogsz beszélni, és kivel fogsz bízni? És... Tehát olyan sok kérdés felmerül, és olyan, olyan durva durva ö, ö, irányt vesz ezáltal az egész, hogyha jobban belegondolunk. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon sötét lyuk, és nagyon mély. Mondtad, Norbi, hogy ugye Marlonnak a fülébe diktálta Krisztof, hogy mit mondjon. Amúgy nagyon szép írói vénája van Krisztofnak nem ilyen ürültségek. de Valószínűleg ő írta a fűrészt is. Na mindegy, szóval. De, de nektek lenne hozzá pofátok? Már bocs, hogy így kérdezem, de hát szerintem ez pofa kell. Értem én, hogy ezek színész és színészet, de te tudod, hogy akinek játszol, az viszont nem tud róla. Úgy azért inkább egy nagyon csúnya és morbid pranké válik az ja, egész. hogy, a hogy marlonok tudnánk -e lenni? Igen. Tehát biztos jól él belőle Beverly van egy jó háza abban, hogy hagyja, hogy meg... Oké, okay, de és ha haza megy Beverly -be a férjéhez, és hozzábolyik az ágyba, miközben előtte meg, meg a... És a férje meg tudom, hogy ez egy munka. Hát mert pornószínészeknél is van ilyen, hogy a, párod pornoszínész, te nem vagy az, de elfogadod neki, ez a munkája. Hát gondolom egyébként ez reális. Még nem. a, még a Marlonnál ezt uh, még el is tudom, a feleség, de mikor? Mikor megy haza a felesége? <laughs> mikor, van a, mikor van a színnap, vagy mikor van a... <laughs> igen, hát jó kérdés. Nem, én nem tudnám, tehát nekem nem, nem, nem a, pofám az nincsen. Az utazási iroda, még, bocs, még sminkelték a csajt az utazási irodában, mert annyira Igen. ugye ne, sose utazik sehova, ott nem volt benne sose ember, úgyhogy bocs, hogy kellett várnia. Igen, nem, tehát én nem tudnám ezt csinálni, Egyszerűen nem most a pofám nincsen, hanem, hanem én, én nekem méretetlenül fölháborítónak hogy Én nem bírnám nem elszólni magamat. Én, én ugyanúgy lázadózó lennék, mint a szilvi karaktere, akiről alig-alig beszéltünk, az Isteni Natasha McElhone játsza, és természetesen én is é, é, gizé, gimnázium óta szerelmes lennék Natasha mcelhone tehát én megértem Truman. Gyönyörű. Gyönyörű. Szóval én, én is, én is uh, Viva La Revolúciót szerveznék. Tehát, hogy a, de nyilván minél közelebb állsz a karakter, ezért ez, ez elég e, e, annál durvább, de a legközelebbi baráti köre, az, az, az konkrétan az kigyetlenség. Az anyja a színésznő is, akiket magyaráz, amikor magyarázza neki a gyerek történeteit, és az egyik képen meg van örökítve az, hogy egy ilyen kis rács mögött ül a kisgyerek van, és az én kis bohócom. Hú, tehát, hogy ez, ez szintiszta, ez ilyen, ez ilyen, ez ilyen klinikai eset és, és kegyetlennek kell lenned ehhez. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon durva. Annyi sok durva pillanata van a filmnek menet közben, hogy egy sorozatot lehetne, egy podcast sorozatot lehetne indítani, hogy ki beszélje az ember annyi, mint most a Norbi is egy olyat említett, ami nem úgy csak egy átsiklik az ember, de szerintem több ilyenről van szó, meg több sok ilyenről nem is beszélünk most ebben az adásban. Szóval, hogy azért ez egy, ez egy fantasztikusan izgalmas film, és én azért gondolom, hogy több idő kellett neki. Én nem hiszem, hogy ezt az emberek annyira hamar felfogták, amennyire hamar kellett volna, ráadásul, mintha egy világ egy kicsit hozzá hozzáidomult volna. Most a, inkább a valóság sok korába élünk, már mint hogy magunk live a TikTokon, az Instagramon, a Facebookon, kirakjuk minden pillanatunkat, jó, most nem pont mi, de nagyon-nagyon sokan, talán valamelyik műsorban lehet, hogy említettem is, hogy TikTokon most beleszoktam futni egy srácba, aki, aki, állandóan live valamikor fönn vagyok, és tehát akkor te az egész életedet, a hétköznapjaidat közvetít, tehát nincs életed, szóval, hogy, szóval, hogy azért ez, ez, túlzás, és szerintem ezért is életbe most ez a film zseniálisabb, szerintem nagyon fontos kérdés az Isten és az ember közötti viszony is, és most talán a mai világban sokkal marginálisabb is itt a háború árnyékában, meg a mindenféle pandémián túl. Amit behoztál, az is egy külön témát, vagy külön podcastadást megérne, hogy valóban a mai YouTube live -ok, TikTok live -ok, Instagram reel és live-ok -ok világában igazából mindannyian Truman Show, vagy hát aki ezt csinálja, az, az egy ez önmaga egy Truman Burbank. Tehát, hogy ez, ez, egy... De legalább önszántából a szerencsétlen Truman meg... Kétségtelen. Én viszont azzal egy picit vitatkoznék, hogy annak idején nem volt a sikeres, én szerintem pont elképesztő, hogy úgy tudtak készíteni filmet Amerikába, hogy kereskedelmileg is sikeres lett, tehát 60 millióba került a film, és nem tudom, 300 fölött hozott be aztán egy év alatt Amerikába és a nemzetközi porondon, tehát hogy a film kereskedelmileg is sikeres lett, és ez egyébként csodálatos, hogy, hogy azt szoktuk mondani, hogy Amerikában nem készülnek művészfilmek, ez persze ez így nem igaz, nem csak Európában készülnek művészfilmek, hanem készülnek Amerikában is, de ez úgy tud Mély lenni ez a film, hogy közben meg hollywoodi film is. Tehát hogy ez egészen egészen csodálatos szerintem, hogy, hogy, hogy ez nem egy buta film, nem egy művész film, hanem a kettő között ez egy úgyszerzői film, hogy közben kereskedelmi film is, szóval hogy tényleg fantasztikus. Tehát, hogy ez annak idején is sikeres volt, és, és utána közben 25 év pedig folyamatosan jobbá és jobbá nem esült ez a 25 év Én lennék a, a, statiszta, aki a levegőt sepri ott a <laughs> <laughs> Oké, okay, én, én még egy, egy dolgot el szeretnék mondani. Ezt, és sehol nem találtam meg ezt, pedig ez nagyon érdekes kis fan fact. Tehát ugye mondtad azt, hogy van egy dóm, Ö, tehát hogy egy félkört, egy órási nagy fél gömböt építettek gyakorlatilag a, egy, egy, igazi nagy város föl. Tehát ez egy Stephen óra... Kingnek is van egy ilyen könyve, meg sorozat is volt a búra. Van, alatt. igen, de pont, pont nem osztott eszembe, de igen, tehát hogy ez egy óriási nagy A Simpson filmben is van egy búra. Jó, is. Igen, mert nyilván nagyon sok oké, helyen vannak még ilyenek. Úgy. Igen, csak az jutott eszembe, hogy az Ed Harris játszó ugye a Christophot. Az Ed Harris pedig a Westworld című sorozatban annak a Westworldnek a megalkotója, megálmodója, és utána később, 50 évvel később megy vissza e, a, abba a Westworld virágba. És ez azért izgalmas, mert ott is egy, egy mesterséges világ van ahol, tehát magyarul, csak azt akarom kihozni, hogy Ed Harris később is játszott egy nagyon hasonló szerepet. Vagy, vagy a Westworld-nek az előzmény filmje, a Show. Hát Westworld ugye egy 1973-as Westworld című filmnek egy, egy, egy remake-je sorozat formában, de igen, tehát hogy, na, szóval, hogy Ed Harris úgy látszik, az isteni szerepekből nem tud, nem tud elhajolni az isteni szerepek elől. Egy isteni színész azért. Hát, egyébként igen. Én azt hiszem, hogy nem is adok lehetőséget végső gondolatok kifejtésére nektek, ez annyira szép végszó és zárszó volt ebben a műsorban. Új médiazabálókkal legközelebb február 5-én jelentkezünk, akkor egyik kedvenc filmemről az Amikor a farok csóvája című politikai szatíráról folyik majd a beszélgetés tartsatok velünk akkor is. Barkóczi Norbi, Kubatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Horváth Adam Tamást hallottátok. Jó napot, jó estét és jó ét. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.